Évekkel ezelőtt az Adj egy tárgyat az állatokért akcióval valósult meg először az Állatbarát Alapítvány karácsonyi vására. A kezdeményezés kapcsán állatbarátok tárgyakat ajánlottak fel a szervezetnek, melyeket a bazárban értékesítettek, s a bevételt az alapítvány védencei orvosi ellátására és gyógyszereire fordította. A karácsonyi bazár évről évre népszerűbb lett, egyre több felajánlás érkezett, így mára már számtalan termékkel és színes választékkal várja az érdeklődőket az alapítvány Csatorna utcai telephelyén. A vásárban semminek nincs konkrét ára, a kiválasztott tárgyakért cserébe egy ládába lehet bedobni a menhely lakóinak felajánlott összeget. Ez egy igazi kis bolhapiac, mondhatni, hiszen minden van, ami szemszájnak ingere. Próbáltunk minden igényt kielégíteni. Alapjában véve természetesen az állatos cuccok a legnépszerűbbek. Rengeteg pórázunk van, nyakörv, hámok, kutya, macska játékok, fekhelyek és egyebek. Viszont nem mindenki azzal a céllal jön ki, vagy nincs otthon állata, hogy kutyás vagy macskás termékeket vásároljon, de nekik is jó hírünk van, hiszen rengeteg egyéb dolog is megtalálható, dekorációs tárgyak, sok-sok karácsonyi dísz, konyhai felszerelések, könyvek, gyerekjátékok, festmények is akár, úgyhogy tényleg teljesen vegyes és színes a választék. Az Állatbarát Alapítvány segítségével évente körülbelül 600 kutya és 200 cica talál gazdira, azonban általában ugyanennyi állat kerül újonnan gondozásukba. Az örökbefogadás sajnálatos módon még mindig szezonális, így az évnek ebben az időszakában folyamatosan teltházzal működik az állatotthon. Jelenleg 180 kutya és több mint 40 macska várja szerető gazdiát. A leendő gazdik a menhely lakóival a szervezet honlapján is megismerkedhetnek, hiszen minden bekerült kutya és macska fényképpel, rövid leírással együtt a weboldalukon is látható. Örökbefogadás esetén a kutyák oltva, féreghajtva, csippelve, a felnőtt állatok ivartalanítva kerülnek új otthonukba.